Síppal, dudával, kereplővel kiáltozva járták körbe a II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai az intézményt február 22-én, a menet elején magasra tartott kiszebábbal. A rendezvényre már november óta készült a diák önkormányzat. Nagyon-nagyon fontos a kicsiktől kezdve a nagyokig, hogy ebben az időszakban, amit a farsangnak nevezünk, tudják a gyerekek, hogy régen milyen hagyományok voltak, hogy beöltöztek különböző jelmezekbe, és ez az egész arra való itt a végén, hogy elűzzük a telet. Olivér idén ballag, így ez már a 8. felvonulása volt, most ő tarthatta kezében a kiszebábot. Délelőtt 11 órától megyünk, és teszünk egy kört az iskola körül, és elővisszük a kiszebábot. Majd miután megtettük a körünket, akkor elégetjük a kiszebábot. A menetet a felső tagozatosok vezették, a kiszebáb mellett lufikkal, szalagokkal feldíszített kerti szerszámokat vittek. Én nagyon élvezem, meg úgy a gyerekek többsége is szereti. Kiszebábot szoktunk minden évben égetni délelőtt, délután pedig a felsősöknek farsangi bál van, ahol az osztályok produkciókat adnak elő. A gyerekek nagyon várták a délelőtt fénypontját, a kiszebáb elégetését, ami a nagy cél miatt kicsit váratott magára. Szomorú sorsa, amely a tél előzésének záloga volt, végül beteljesedett.